József és a színes szélesvásznú álomkabátban mindig történik valami újdonság, egy álomkabáthoz méltóan. A múlt héten új fáraót avattunk Vastag Csaba személyében. Amikor mentem ki, álltam a kis X-emmel, ugyanúgy álltam, mint az X-faktorban, múltkor ezt megbeszéltük, emlékszel, hogy pont egy ilyen fal megy, ott egy lett fal ment, itt meg egy nem lett fal ment ketté, és ugyanúgy néztem, megy szét, ugyanúgy füst, úgyhogy kicsit így mosolyogtam is magam. Nagyon nagy élmény volt egyébként. Azért most kicsit akadoznak a szavaim, nem tudok még így nagyon összefüggően beszélni, eléggé hatása ad fel a dolognak, ennyire. Nagyon nagy dolog volt, egy pár dolgot máshogy fogok majd csinálni holnap és holnap után. Hát most így próbálkoztam új dolgokkal is. Nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak rám is, és hogy megnézték, és nagyon nagy tapsot kaptunk, úgyhogy alapvetően teljesen az öröm. Elnézést, itt lesz a csoportterápia felújító próba? Nem! Igen! Vagyis, hogy igen. Ilyenkor össze rengeteg dolgunk van, egy csomó felújító próbát kell tartanunk, hiszen az előadások nagy többségét nem játszottuk már tavasz óta. Így van ez a csoportterápia esetében is. Most pont egy ilyen felújító próba szünetében vagyunk. Milyen egy ilyen felújító próba? Hát amint látják a kedves nézők, most itt a József díszletébe próbáltuk bepasszírozni azokat a díszleteket, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy le tudjuk próbálni a darabot elejétől a végéig. Ez a szívdobogós figura a Luffyval, csak még ott az elején. Nem, így az élet lassan. Aha, de csak annyi, hogyha ha bentről indítod, akkor értem, hogy a szíved dobog. Próbáljuk végignyomni a darabot, hát nem mindig sikerül. Ahol probléma merül fel, akkor mindig megállunk és megbeszéljük, hogy hogy volt. De ennél többet tényleg nem mondhatok. Kinyissem az ablakot, vagy becsukjam? Hát az, hogy nyitva van-e? Hát hiába akarjátok, hogy meséljek. És maradtál ezt te? Nyaralás alkalmával elveszítettem az ikertestvéremet. Uram Isten, szörnyű, tragédia. Baleset történt? Nem. Úgy értem, hogy elveszítettem, tehát hogy elveszett. Egyik pillanatban még megvolt, aztán meg nem volt meg. Nem az erőre perce. Az történt, hogy tényleg egy akrobatikus rock and roll mozdulatnál, amikor is Simon Kornél jó a magasba röppent. Egy keresztszalagszakadás sikerült így beficcentenem 800 ember előtt. Engem azonnal megműtött dr. Béres György. Tatán, utána heti háromszor gyógytorna, egy idő után heti kétszer, és egyre jobban kell terhelni. Egyetöztünk. Jó, akkor leülök így ide le. De ne is nézzetek rám. Mindenki nézzen különös tekintettel arra. Mintha itt se lennék. Jó, itt vagyok. De nem úgy. Tehát, már megint kezdem. Most vagyok egy olyan állapotban, hogy már
úgymond színpadképes vagyok, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy meg lehet úgy csinálni, hogy ezt most ne vegyük már észre, ne vegyék észre a nézők. A teljes gyógyulás az fél év, az körülbelül december közepén fog elkövetkezni. Itt a nagy pillanat, szól minden a szerint.